Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már jön is mai adásunk tartalma képekben. Tamási Öreghenyén hamarosan elkezdődik az ivóvíz hálózat kiépítése. A buborék foci nagy sikert aratott Regőben a családok körében. Legalább 300-an segítették a kábítószerügyi egyeztető fórum munkáját Tamásiban. Gála műsorral zárták le a tanévet a Tamási Balettosok. Háromnapos fesztivállal ünnepelt a Tamási Koncert Fúor zenekar. A 8000 lakosú Tamási külterületi részén több mint 500 embert érint az a 400 millió forintot meghaladó beruházás, amelynek köszönhetően ivóvíz vezetéket építenek ki. Az érintett településrészek közül Tuskoson, Újvárhegyen, Kosbán, Adórián, Újtelepen, Adórián pusztán elkészült a kivitelező munkával. A tavaly ősszel kezdődött fejlesztés utolsó üteméhez érkezett, hamarosan Öreghenyén veszi kezdetét a beruházás, amelynek köszönhetően ott is elérhetővé válik a vezetékes ivóvíz szolgáltatás. Tamásiban Öreghenyén 30 háztartást érint az ivóvíz hálózat kiépítés, amely a Paksi Ipari Park Közép-Dunamenti térség fejlesztési non-profit Kft. 436 millió forintos támogatásával valósul meg. A 2021 őszén kezdett projekt részeként a város 6 külterületi része közül az utolsó helyszínen is hamarosan elkezdődnek a kivitelezési munkálatok. Ivóvíz hálózat kiépítése, valóban az utolsó ütemnél tartunk. Öreghenye a külterület neve, ahol hamarosan elkezdődnek a munkálatok. Itt 60 embert érint, és közel 30 háztartást. Azt is fontos elmondani és hangsúlyozni, hogy Öreghenye szegregátum terület, tehát különösen hátrányos helyzetű. Ezért is nagyon fontos, hogy az itt lakók számára elvigyük a vezetékes ivóvizet. A Központi Statisztikai Hivatal különböző elsősorban szociális szempontunk szerint tartja nyilván Öreghenyét szegregátum területnek, tehát az azt jelenti, hogy az átlagnál hátrányosabb helyzetű, halmozottan hátrányos térségről, utcáról, itt most egy külterületi utcáról van szó. Az első két ütem, illetve az első másfél ütemmel érintett külterületeken a lakosság 46%-a, az érintettek 46%-a már rákötött. Bízunk benne, hogy az év végéig ez a rákötési arány 100%-os lesz. Így tehát Adórián pusztán, illetve Kosbán, Tuskoson és Újvárhegyen már év végére minden csapból egészséges ivóvíz fog folyni. A kivitelezési feladattal megbízott cég mintegy 2600 méter nyomvonalon fekteti le azt a vezetéket, amelyen keresztül ennek a település résznek is megoldódik a vízellátása. Előre láthatólag útlezárással nem kell számolnia az itt élőknek, hangsúlyozta az ügyvezető. Nagyon örülünk annak, hogy a közbeszerzési eljárás ezen fázisában meg tudtuk nyerni ezt a kivitelezési munkát. Ha szabad azt mondani, szeretünk hazai pályán játszani, és hát valóban szeretnénk kihasználni nyilván az előnyeit annak, hogy itthoni településen belüli munkálatokat tudtunk ezen a közbeszerzési eljáráson megszerezni. Nagyon szeretnénk augusztus hónapban elkezdeni a munkálatokat, de legkésőbb mindenképpen a szeptemberi hónapban, és nyilván azok a munkálatok, amelyek érintik az erre közlekedőket, az itt lakókat, és hát nyilván a naponta erre közlekedőket. Én azt gondolom, hogy a vonalas létesítmény kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kellemetlenségekkel kell számolnunk. Én gondolatom szerint olyan fennakadást, amely bárkinek áttervezésére, az életvitelének, vagy a munka kapcsolatának, munka végzésének az átszervezésére szolgál, beleértve akár az őszi betakarítást is, nem kell, hogy számoljunk. A csövek lefektetési munkálatai a 61-es számú főútról lekanyarodva rögtön a bekötő út elején kezdődnek. Gyakorlatilag lesznek olyan műszaki specifikumok, amik azért kvázi egyfajta kihívást jelentenek. Ez például a vasút alatti átfúrás sajtolást, a koppánypatak alatti átfúrás sajtolásokat, kerékpárútra, kedves nézők, bizonyosan emlékeznek néhány évvel ezelőtt a Regőj-Tamási kerékpárút nyomvonalát is keresztezni fogjuk, de természetesen ezeket amellett, hogy magas műszaki felkészültségeket igényelnek,
meg fogjuk úgy oldani, hogy gyakorlatilag a lakosság érintettsége ebben a munkafolyamatban nem lesz tetten élhető. 2100 méter nagyságrendben, mintegy 2100 négyzetméter nagyságrendben fog kiépülni a 110-es vezeték. Emlékeim szerint körülbelül 560 méter folyóméter hosszon fog kiépülni a 90-es átmérőjű vezeték. Talán polgármester úr említette volt, mintegy 26 vízmérési hely kiépítése lesz, ami 25 lakóegység vagy ingatlan betáplálását fogja biztosítani. És hát vannak védőcsövezéseink, elágazásaink, tűzvédelmi szempontokat figyelembe vevő tűzcsap kiépítéseink. Én azt gondolom, hogy az ivóvízellátási komfortja, mint szükséges alépítmény a település részen lakóknak mindenképpen teljes szintű ellátást fog biztosítani. Tamási külterületi részén Öreghenyén legkésőbb 2023 elején elérhető lesz a vezetékes ivóvízszolgáltatás. Az ivóvízhálózat fejlesztése Tamási külterületi részein 10,5 km hosszan lefektetett csőrendszert jelent. A falu apraja nagyját szólította meg a Regaért Egyesület családi programja. A tikkasztó meleg ellenére a résztvevők aktívan kivették a részüket a programokból, ahol vérre menő harc folyt a futballpályán. Szerencsére senki nem sérült meg a védőfelszerelésnek köszönhetően, de nézzük meg, milyen programok vártak az érdeklődőkre. Regőjben van egy rendezvény, ami átvette a gyereknap szerepét, és nem azért, mert esetleg a település önkormányzata spórolni szeretne, hanem mert igény mutatkozott erre, mondta el a szervező. 2007-2008-ban indult először igazi gyereknappal, május végén, ahogy országszerte is szokás, aztán azt láttuk, hogy egyre inkább az egész család eljön, a nagyszülők is elkísérik a gyerekeket, és tényleg egy anyuka szájából hangzott el az a mondat, hogy ez olyan igazi családias hangulatú nap, ezért lett családi gyereknap a neve, és azért tettük át májusról júliusra, vagy a nyárra az időpontot, mert ugye nagyon sok kisgyerek ilyenkor a nagyszüleinél nyaral, és hogy így ők is részt tudnak venni a rendezvényen, és barátokat tudnak szerezni, ismerkedni tudnak egy kicsit, meg ugye ilyenkor van nyári szünet, és mindenki jobban ráér. Első programunk minden ilyen rendezvényen az a habparti, azon részt vesznek mindig a felnőttek is, nem csak a gyerekek. Van homokképkészítés, arcfestés, csillámtetkó, és tényleg igyekszünk tehát a felnőtteknek az igényeit is kielégíteni, ezért most van távirányítós kisautózás. Épp az imént volt egy buborékfoci, amiben részt vett az apukák és az anyukák közösen, és együtt harcoltak a labdáért. A tavalyi évben például volt casting szárazföldi horgászat, tehát igyekszünk minden évben minél változatosabb és újabb programokat idehozni Regőjbe, hogy mindenki minél jobban érezze magát. Körülbelül 100-150 fő, aki részt vesz ezen a rendezvényen évről évre, de nekem nagy örömömre már januárban megkérdezik, hogy ti minéni, mikor lesz a következő családi napotok, mert szeretnénk ott lenni és szeretnénk részt venni. A Regőért Egyesület már másfél évtizede szorgoskodik azon, hogy kiszolgálja a helyiek igényeit, és ezáltal egy igazán jól működő közösséget kovácsoljanak, ne csak a rendezvények erejéig. Ebben az évben ünnepeljük a 15 éves fennállásunkat. Szinte azt mondhatjuk, hogy minden hónapban kitalálunk valamit, szépítjük sokat a falunkat. A Nota Fesztivál szervezésében is ott vagyunk, a családi napon is, és az ünnepkörökhöz kapcsolódóan. 32 fő a létszámunk, itt a 14 évestől egészen a 72 éves korig, és erre én nagyon büszke vagyok, mert 2 éve vagyok az Egyesület elnöke, és azóta több mint 10 csatlakoztak hozzánk. Örülnek a személyes megkeresésnek, ez egy kicsit talán megtiszteltetésnek érzik, vagy jól esik az, hogy felkész valakit arra, hogy gyertek el, vegyetek részt, és nagyon sok a külső segítőnk, nem csak az Egyesület tagjai részéről. A Facebook és a Messenger ebben a segítségünkre van, és általában ezeken a hírportálokon keresztül megkeressük az embereket, elküldjük a plakátot, megkérdezzük, hogy esetleg valamibe tudna segíteni, vagy részt venne benne szívesen, és általában mindig pozitív a visszajelzés. Jó hangulatú beszélgetések kísérték végig a Regőért Egyesület szervezésében megvalósult családi napot, ahol rádióvezérelt modellautók távirányítóját is kézbe vehették azok, akik szerették volna tesztelni, mennyire kontrolláltan tudják eljutatni a bolyák kerülgetésével a járműveket a célig. A Regőért Egyesület, aki a mai rendezvényeket rendezi, a családi napunkat,
Az azért fontos nekünk, mert főleg a fiatalokat és az idősebbeket próbálja. Másik egyesületeink azok inkább ilyen tematikusan, tehát van egy lovasport egyesületünk, sportegyesületünk, kulturális egyesületünk, ők inkább más jellegű csoportokat tudnak elérni. Az a lényeg, hogy a teljes települést el tudjuk érni az egyesületek révén. Az egyesületek munkáját főleg technikai eszközökkel, illetve anyagiakkal, tehát ez az, ami a mi lehetőségünk, illetve az önkormányzat a szerény humán erőforrásával is minden egyesület mögött áll. A rendezvény résztvevőit a Tikkasztó Hőség sem riasztotta el attól, hogy kipróbáljanak egy olyan sportot, melyben a csapatok összemérhették taktikai tudásukat is. A buborékfoci az egy nagyon érdekes közösség összekovácsoló kis történet, főleg a gyerekeknek, de most kipróbáltuk mi is, talán még látszik a nyoma. Látni nem lehet benne semmit, nagyon meleg van benne, főleg ilyen 40 fokos időben, de ez is közösségépítő kis történet. A szervezők ebéd és jégkrémjeggyel is szolgáltak a résztvevőknek, melyet az önkormányzati helyi vállalkozók és magánszemélyek támogatásából tudtak biztosítani. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, csillámtetoválás is várta. Elemzésre kerültek azok a kérdőívek, amelyeket Tamási Város önkormányzatának kábítószerügyi egyeztető fóruma tett közzé a város honlapján és juttatott el a 10. évfolyamosok számára. A válaszadók nagy segítséget nyújtottak a városi drogstratégia elkészítéséhez. A Tamási kábítószerügyi egyeztető fórum megtartotta soron következő ülését, ahol a település polgármestere osztotta meg gondolatait a kábítószerellenes világnaphoz kapcsolódva. Hangsúlyozta, hogy a tudatmódosítószerek jelenlétét komolyan kell venni. Sajnos a drogakábítószer minden településen jelen van. Tamási és Tamási környéke sem kivétel. Nem gondolom, hogy az átlagnál rosszabb lenne a helyzet a városban, de fontos ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, és ennek a fórumnak elsősorban az a célja, hogy negyed évente azok a szakemberek, intézményvezetők, rendőrkapitányság munkatársai összejönnek és kicseréljék a véleményüket, tapasztalataikat, és azt megosztják a közvéleménnyel. Elkezdtünk egy munkát még a Covid előtti időszakban, aminek a célja az, hogy a város rendelkezzen drogstratégiával. Itt azért a város alatt Tamásit és egy kicsit Tamási térségét is értem, hisz a leginkább veszélyeztetettek nyilván a fiatalok, akiknek egy jelentős része Tamási iskolákba jár napi szinten. Tehát foglalkoznunk kell ilyen szinten is ezzel a problémával. Tehát a cél a városi drogstratégia megalkotása. Ennek első lépéseként egy helyzetfelmérést készítettünk, ahova bevontuk a lakosságot is. Ezt a helyzetfelmérést tehát rendelkezésre áll. Most ezen a fórumon igyekszünk a fórum tagokkal is megismertetni és átbeszélni jelenlegi helyzetet, hogy a következő lépésben már a konkrét stratégia kidolgozására kerüljön sor. Természetesen ebbe is be kell vonnunk külső szakembert. Én bízom benne, hogy a Tolna-megyei önkormányzaton keresztül ismét lesznek pályázati lehetőségek, pályázati források, amit elsősorban erre fogunk tudni felhasználni. Remélem, hogy már ebben az évben, de legkésőbb a 2023-as évnek lenne a feladata a városi drogstratégia kidolgozása. A KAB-KEF pályázati lehetőség, amelyet Tamási Város önkormányzata is megragadott, a kábítószerügyi egyeztető fórum működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására szolgál. A Városi Egészségfejlesztési és Drogstratégia helyzetfelmérés része készült el a KAB-KEF 2020 pályázat keretében, amire a Tolna megyei önkormányzat pályázott, és a Tolna megyei kefeknek ebből részesültek, ebből a támogatásból, így készülhetett el Tamási Városra vonatkozóan a helyzetfelmérés munkarész, amire a KEF felállított egy munkacsoportot. Felmértük, hogy ki miben tud részt venni, felállítottuk az ütemtervet, megkapta mindenki a részfeladatait, és megkezdődhetett a munka. A kutatási módszerek három részből tevődtek össze. Az egyik az ESPAD kérdőív, amit a városban lévő középiskolások 16 évet betöltött 10. évfolyamos tanulók töltöttek ki.
A második kutatási módszer az intézményi adatbekérések voltak, illetve a harmadik pedig a lakossági kérdőív, amit online formában tettünk közzé, és a tamási és környékbeli felnőtt lakosságot céloztuk meg vele. A diákok és a városban élők megszólításával készültek el azok a kérdőívek, amelyek iránymutatásul szolgálnak a szervezet számára a további munkafolyamatok megtervezéséhez. A 10. évfolyam célirányosan meg lett keresve, és ott a 94 fő kitöltötte a kérdőívet a pedagógusok segítségével. A lakosokat illetően pedig 215 válaszadás érkezett. A kitöltött kérdőívek elemzése után fény derült rá, hogy a tudatmódosító szerek közül egyet sokan kiemeltek, hogy az már fiatalkorukban megjelent az életükben. Hasznos információ volt például az egyik a lakosság, illetve az ESPAD kérdőívnél is megjelent egyértelműen, hogy például az alkoholnak az első kipróbálása nagyon fiatal kort jelöltek meg, mint a felnőttek, mint pedig a diákok. Az egyik fő célunk majd a stratégiában az lesz, hogy ezt az életprevalencia értéket kitoljuk, tehát minél későbbre toljuk ki, illetve hogy a kábítószerügyi egyeztető fórumnak az a feladata, hogy a kommunikációt a különböző szereplők között megerősítse. Ezt úgy láttuk, hogy nagyon komolyan kell venni, illetve erre rá kell erősíteni, hogy a gyermekorvos, a rendvédelmi szervek, gyermekjóléti intézmények, tehát a közöttük lévő kommunikációt a fórum tudja segíteni. A helyzetfelmérés szolgál a majd elkészülő városi drogstratégia alapjául. Jövőben a KAPKEF 2021 pályázatból szeretnénk is megvalósítani, ugyanúgy a Tolna megyei önkormányzattal együttműködésben pályázva. Reménykedünk, hogy erre is megkapjuk a támogatást, és a helyzetfelmérést követően elkészülhet a valóban helyi problémákra reagáló drogstratégia. A negyedévente megtartott kábítószerügyi egyeztető fórum aktuális ülésén a rendőrség munkatársai egy beszámolóval szolgáltak a helyi droghelyzetről, ezzel is segítve a városi drogstratégiai program elkészültét. A szülők örömmel engedik el gyermekeiket olyan foglalkozásokra, ahol fejlődnek. Legyen szó az elmét vagy a testet megmozgató oktatásról. Az utóbbi akár lehet táncos formájú is, mint például a jazz balett. Tamásiban már 3 évtizede elérhető ez a mozgásforma, ráadásul az oktató személye nem változott az évtizedek folyamán. A gyerekek egy gálaműsor keretében adtak tanúbizonyságot arról, hogy nem voltak feleslegesek a délutáni órák. A Tamási Művelődési Központ jazz balett csoportjai egy gálaműsor alkalmával mutatták be azt a tudást, melyre a tanév folyamán szertettek. A mozgásforma már hosszú évtizedek óta jelen van a város életében. A balett általában a lányokat vonza, de nem kizárólag, mondta el a fiatalokat oktató balettművész. Most az óvodás csoportban volt 2 fiú is, úgyhogy eddig érdekes mód nem volt, most már 2 fiúm is van, illetve az óvodások és az iskolások is elég nagy számba jelentkeztek az idén. Az óvodásoknál ott a klasszikus balettnek az alapjait kezdem el, illetve a délutáni csoportoknál, az iskolás csoportoknál a balett és a jazz mozgásnak a keverékéből alakult ki ez a jazz balett. Ott egy kis klasszikus balettet is beleviszek, illetve próbálok kéztartás lábtartásokba, illetve a jazznek az alapjaival alakul ki a jazz balett. Megtanulja azt, hogy közösségbe kell lenni, pontosan kell járni, illetve mozgáskultúrát ad mindenféle irányba, tartásba, viselkedésbe, mindenbe. A foglalkozások alkalmával amellett, hogy mozognak, fegyelmet is tanulnak a lelkes balettesek. Eléggé szigorú vagyok, de én úgy gondolom, hogy ezt csak úgy lehet csinálni egy bizonyos szigorral, mert ha arról lemondok, akkor nem lesz ebből semmi. Tehát attól, hogy én szigorú vagyok, attól van eredménye évvégén. Van, aki valaki 8-9 évig is járt már. Tehát van, aki az első után abba hagyja, ugye ez gyermekfüggő, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy ő neki ebből elég, ki az, aki úgy gondolja, hogy ezt folytatja, de elég szép számba folytatják elég sokan tovább. Csak az óvodánál van a klasszikus balettnek az alapjai, a délutáni iskolai foglalkozások csak jazz balett. A Tamási Művelődési Központ ad helyszínt a foglalkozásoknak, mely akár csak az iskolai tanév szeptembertől júniusig tart. Mindig úgy csináljuk, hogy 3 táncot tanulunk meg év végére, és azt a 3 táncot fogjuk most is bemutatni, amit majd megtetszenek nézni. Ez mindenkinek visszajelzés, szülőnek, gyermeknek és nekem is. Az operaházban van egy táncosnő,
aki nálam kezdett, és fölkerült a balettintézetbe, és utána az operaházba táncol a mai napig is. Én úgy gondolom, hogy aki ebbe belekóstol és megszereti, az azért, mert szeret járni. Tehát ennyire egyszerű a dolog, és mondom, még egyszer mondom, hogy a délutáni csoportokban nagyon sok a visszajáró, vagy aki érdeklődik, és ők jönnek folyamatosan és hosszú ideig. Ez szerintem csak a szeretet kérdés. Tehát, hogyha megszeretik, akkor utána erről ez kicsit olyan, mint a narkotikum. Szeptembertől újra várja a balett a legkisebbeket, a jazz balett pedig a nagyobb bacskákat, a Tamási Művelődési Ház foglalkozásai alkalmával. Zeneszótól volt hangos Tamási, ugyanis nagy ünnepet tartott a Csokonai és Tolna megyéért díjas Tamási koncertfúvorzenekar. A város rendezvényeinek aktív szereplői 60 éves fennállásuk alkalmából egy háromnapos fiesztával készültek. A jubileumi koncertjük alkalmával megköszönték a közönség szeretetét, a Szépkerek évfordulón a jelenlegi és az egykori tagok is felléptek. 60 éves a Tamási koncertfúvor zenekar, akik egy háromnapos programsorozattal ünnepelték fennállásuk 6 évtizedét. A pénteki nagykoncert után szombaton már vendégzenekarok közreműködésével kápráztatták el a közönségüket. A fiesta pedig mit sem ér egy felvonulás nélkül, így mazsorettes felvezetéssel vonultak végig a város egy rövid szakaszán a zenekarok. Igyekeztünk olyan zenekarokkal együttműködni, akiket valamilyen szálon azért már ismerünk. Nyilván itt a régiós szinten ez jobban működik, ez a kapcsolatépítés, úgyhogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Sázsi Fúvózzenekarral és Karnagyával, ugyanez elmondható a Domovári Ifjúsági Fúvózzenekarról, a Tabi Fúvózzenekar vezetőjével vagyunk nagyon régi kapcsolatban, azt hiszem, hogy régebben vezényelt is a Tamási Fúvózzenekart, meg játszott is velünk nagyon sokat, illetve van egy Tamási vonatkozású hölgy, Szavára itt a személyében, aki a Gödi Művészeti Iskola vezetője. Igazából még a tél folyamán felkeresett, hogy van ott is egy nagyon jópofa ifjúsági zenekaruk, hogy mi lenne, hogyha csatlakozhatnának ehhez a rendezvényhez, mi pedig úgy gondoltuk, hogy nagyon szívesen vendégül látjuk őket is, úgyhogy így alakult ezek a választások. 1962 az az évszám, amikor néhány tamási polgár elhatározta, hogy létrehoz egy akkor még ritkaság számba menő úttörő zenekart. Az évek teltek, múltak, a tagok jöttek, mentek, a zenekar viszont a mai napig a város egyik fontos szervezete. Az elmúlt években munkájukat Csokonai Vitéz Mihály és Tolna megyéért díjjal is elismerték. Igazából itt most lehetőség volt arra, hogy itt a hétvége folyamán, főleg a pénteki koncert kapcsán egy nagyon-nagyon jó csapat verődött össze itt az elmúlt hónapokban. Nagyon magas színvonalat sikerült képviselni már a pénteki koncerten. Két volt karnagyunkat szerettük volna egy kicsit úgymond kitüntetni, vagy megemlékezni rájuk. Ugye itt az elmúlt évtizedek folyamán nagyon nagy munkát végzett Markovics Gábor, aki 30 évig vezette a zenekart, és sajnos nem tudott jelen lenni a koncerten, illetve Elek Péter, a Sázsdi, aki most is a Sázsdi koncertfúvó zenekar karnagya, ő egy évig vezette a zenekarunkat, neki adtunk át egy ilyen emlékplakettet a munkásságáért, illetve neki készültük egy kis gesztussal is, elvezényelhette az utolsó műsorszámunkat is, ami azt gondolom, hogy így elég jó meglepetésként sikerült. Eléggé színesre sikerült ez a délután, mert a mindegyik zenekar egy kicsit más volt szerintem olyan szempontból, hogy van, aki egy kicsit ilyen retro slágereket játszott, van, aki inkább ilyen 2000-es évek utáni popzenébe ment bele. Azt hiszem, hogy mi is egy kicsit inkább a fúvós zenekari átiratok fele kalandoztunk, úgyhogy szerintem így nagyon színesre sikerült. A vendégzenekarok egyike Sázsdról érkezett, az ottani fúvósok karnagya pedig a tamásiak számára sem ismeretlen. Így most így visszagondolva nagyon hálás szerepem volt. Egy kis gödörből sikerült a zenekart kihúzni. Itt karmesterváltás ment végbe, és megkerestek a srácok, hogy addig még valamilyen kiutat nem találunk. Közösen addig próbáljam már ezt a feladatot ellátni. Covid 19-20, azt hiszem így volt a kis munkám, és hát örömmel tettem eleget, mert nagyon régi barátság köt a Tamási koncertfúvó zenekarhoz. Tudtam, hogy mire vállalkoztam, tehát én eleve ugye a Sázsdi zenekar karmestereként megosztottam
a feladatot, és abba is egyeztünk meg a zenekar vezetőségével, hogyha találnak valami alternatív megoldást, és én már próbáltam akkor is a Balást ösztökélni, hogy mellettem azért próbáljon egy kicsit dolgozni a zenekarral, úgyhogy, és amikor már szabadjára lehetett engedni, akkor nagyon szívesen tettem. A Markovics Gabival hamarabb találkoztam, mint a Tamási Koncert Fúvó zenekarral. Mi annak idején a főiskolán azt hiszem egy év különbséggel végeztünk, és ő is harsonásként bejárt az Emlőszi Főiskolára, és ott találkoztunk előtte először, és akkor onnantól kezdve elég jobb barátságba kerültem a Gabival, és többször meghívott a zenekarába kisegítőként, örömmel tettem eleget, hogyha munkámmal tudom segíteni a zenekart, úgyhogy ez már onnan datálódik, és azóta is tart. A Tamási Koncertfúvós zenekar folytatja azt a munkát, amit elődeik 60 éve elkezdtek. Továbbra is ott lesznek a városi rendezvényeken, legközelebb szeptemberben találkozhatunk a zenészekkel Tamásiban. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!